Szevasztok, szép jó napot, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk. A mai napon összehozunk egy nagyon kellemes medgyespitét. Ugye itt már a saját fánkról dolgozunk. Múltkor megmutattuk nektek a medgynek az eltevését, üvegezését. Most megmutatunk egy nagyon-nagyon kellemes medgyespitét, amit én azt gondolom, hogy nagyon szeretni fogtok, legalábbis mi imádjuk. És azt mondom, ez is egy nagyon egyszerű recept. Kezdjük is el, és mutatom nektek a hozzávalókat, roppant egyszerű minden. Kezdjük innen mondjuk nekem a jobb oldalamról. Lisztet fogunk felhasználni, magozott, szépséges, nézzétek meg, gyönyörűséges medgyet, ami maximálisan kukacmentes. Föl fogunk használni egy pici tejfölt, egy nagyon pici fahéjat, őrölt fahéjat, egy csomag sütőport, egy nagyon pici sót, vajat, esetleg vaj helyett lehet zsírral dolgozni, nyilvánvaló, az is tökéletes, egy darab tojásságája, egy nagyon kevés, és nagyon fontos ennél a receptnél, darált dió, mondjuk ezt ki lehet váltani egy kevés púzadarával, itt a medgyet fogjuk egy kicsit megfogni vele, kristálycukor, vaníliás cukor, egy darab citrom, ebből föl fogok használni egy nagyon pici levet, reszelt héját, és ugye az elmaradhatatlan porcukkéró, nagyon fontos a receptbe, pontosabban ez kerül a tésztába. Én azt mondom nektek, el is indítjuk, legelsőképpen összerakjuk a tésztát. Belehelyeztük a kimért mennyiségű lisztet a keverőtába, annyit tettem még, hogy a citromnak a héját, egy egész citromnak a héját előzetesként belereszeltem. Most teszünk hozzá egy 2 karika sót, 2-3 karika, tényleg egy nagyon pici, hozzátesszük a szóba hőmérsékletű vajat, nagyon fontos, és első körbe a sütőpor is jöhet hozzá, és ezekkel az alapanyagokkal nagyon szépen, óvatosan, és látjátok, pillanatok alatt megleszünk vele, egyébként ezek a pillanatok alatt, ez a 2 perc, szépen elkezdem elmorzsolni a vajat. Ami nagyon fontos, ne olvasszátok föl a vajat, tegyétek ki pár órával előtte a szobába, a konyhába, teljesen mindegy, nézzétek meg, ez tényleg egy nagyon-nagyon könnyű folyamat, de szükségünk van rá, hogy ilyen állagba tudjunk dolgozni vele. Meg is vagyunk a elmorzsolással, nézzétek meg, pillanatok alatt egy ilyen állagot hoztunk létre, és most jöhetnek a többi alapanyagok. Porcukkéró, jöhet a tejföl, ez egy 2 evőkanál, egyébként itt, ha többféle tejföllel is tudtok dolgozni, többféle tejföllel dolgozhattok, ugye némelyik sűrűbb, keményebb, lazább, ezt majd egy kicsit lehet, hogy nektek korrigálni kell, ez egy beállított recept, és egy kicsit lágy a tejföl, mint látjátok. Citromnak a leve, egy fél citromnak a leve, és jöhet egy darab tojásnak a sárgája, és szépen elkezdjük összedolgozni a tésztát. Ez ismételten körülbelül 2 perc alatt megvan. Ugye amikor összedolgoztam maga a tésztával, de majd meglátjátok, szépen ki fogjuk takarítani a tálat, és mint láthatjátok, már most ebbe a pillanatba gyönyörű szépen elkezd összeállni a tészta. Nagyon kellemesen összeállt a tészta, nézzétek meg, a tál olyan, mintha nem is dolgoztunk volna benne, gyönyörű szépen ki van pucolva, na itt még egy kicsit. Most kiveszem a deszkára, egy nagyon picit formát adunk a gyerkőcnek, aki szeretné, az mérleggel el tudja osztani ketté, én egyszerűen megfogom, és ránézéssel ketté fogom vágni, ugye hozzuk a fóliát, amit ide is készítettem. Hadd szóljon, tökéletes, és itt is egy kicsi alakzatot adok neki, és visszük a hűtőbe, és menet közben nagyon gyorsan elkészítjük a tölteléket. Azért van szükség a hűtőre, tudjátok, hiszen most kézmeleg a tészta, egy nagyon picit vissza van lágyulva, és egy kicsit kell, hogy visszahúzzon. Egyébként ez a 45 perces folyamat. Nézzétek meg, csodálatos kis táskát csináltunk. És itt pár szóba elmondom nektek, ugye látjátok az új környezetet, hát ez annyi, hogy itt a telkem van egy nagyon pici felújítás, és ilyen
maradék bútorokból, nagyon gyorsan a feleségemmel tegnap délután összeütöttük ezt a kis ideglenes konyhát, hogy itt is tudjunk nektek egy-két receptet megmutatni, nyilvánvaló. Na, visszatérve, látjátok, megy a hűtőbe egy jó 45 perc, és jövünk vissza, dolgozunk a tésztával, menet közben töltelékezünk. El is készíthetjük a tölteléket, ami roppant mód egyszerű, nagyon gyorsan meg vagyunk vele, láttátok, pontosabban mondtam nektek, a hűtőbe ott pihennek a tészták, ott darvadnak, szükség van, higgyétek el erre is. Kézmeleg volt, ellágyítottuk, de láttátok, pompás tésztát kaptunk, vissza kell, hogy hűljön egy kicsit. Megfogtam egy sütőformát, egy kis magyarónyi, diónyi vajjal kikentem, és egy nagyon pici párdeka dióval meghintettem. Na most, akinek nincsen dió, természetesen egy pici zsemlemorzsa, vagy éppen vaj és liszttel meghintheti, teljesen mindegy, mindegyik megoldás tökéletes. Látjátok, ide helyeztünk a meggyet, és én már dolgozom is vele. Le van jól csöpögtetve a meggy, tehát mindenféle lét próbáljunk meg elkülöníteni belőle. Most egy nagyon-nagyon pici, természetesen ott marad, semmi gond. Vaníliás cukor, kristálycukor, egy nagyon pici fahéj. Tökéletes, csak egy kicsit pakolok is menet közben, és most hozzá fogom tenni ennek a diónak a jó kétharmadát, épp egy nagyon picit meghagyunk, hiszen majd egy kis hintésre szükségünk van. És a tölteléknél is elmondva, akinek nincs dió, sok esetben lehet egy kis zsemlemorzsát használni, vagy éppen búzadarát, ugye itt a kifolyó levet kötjük egy nagyon picit meg, egyszerűen össze fogom forgatni, és ez a dió föl fogja kapni ezt a maradék nagyon-nagyon pici megylevet, ami kijön, de természetesen ettől még fantasztikus lesz, sőt, hogy diót teszünk bele, hát ennél jobb nem is lehet. Félre fogom tenni, a tésztának körülbelül van még egy jó 10 perc, hozzuk, nyújtjuk, töltjük, megmutatunk mindennektek. Megpihent a tészta a hűtőbe, dolgozhatunk tovább, alá liszteztem a munkaasztalnak, és így a tetejét is egy picit meg fogom hinteni. Tökéletes, és jöhet maga a nyújtás, ugye értelemszerűen akkorára kell kinyújtani, mint maga a sütőformák. Itt hozzá kell tennem, ez a tészta, mivel egy nagyobb formában dolgozom, egy picit kisebb, tehát pontosabban laposabb tészta lesz, laposabb lepénytészta. Aki esetleg vastagabban szeretne dolgozni, akkor nyilván egy kisebb sütőformával kell majd szembesülnie. Jöhet a nyújtás, nagyon egyszerű dolgunk van, szépen óvattyával is látjátok, meghűlt a tészta, nagyon kellemesen tudunk vele dolgozni. Nagyon szépen meg vagyunk a tésztának a nyújtásával, egy nagyon picit még meg is lisztezem, tökéletes, nézzétek meg. Most egyszerűen megfogom ezt a kis cukrászkést, szépen aláhúzom, és egy laza mozdulattal bele fogom emelni a tepsibe, és haladhatunk tovább, hozzuk a tölteléket, és elkezdjük sütni ezt a fantasztikus finomságot. Na, bele is helyeztük, annyi a történet ilyenkor, hogy egy nagyon picit a kezetekkel el lehet rendezni a tésztát, el lehet nyomogatni körbe a tetejét, az oldalát, ahol esetleg nem egyenlő, nincsen jelentősége, hiszen amikor megsül, akkor ez szépen egybe fog olvadni, maximálisan, tökéletesen jó lesz. Na, szuper, megyek a töltelékért, azonnal itt vagyok. Kihoztuk a hűtőből a nagyon kellemes kis töltelékünket, nézzétek meg, majdnem, hogy ragacsos, ugye a dió cukor összeállt, és szépen összefogta a megyeket is. Egyébként nagyon sokan kinyomkodják, tehát nagyon szétnyomkodják a megyet, abba sincsen semmi hiba, majd amikor fölvágjuk, látni fogjuk, hogy azért ennek mekkora a jelentősége, gyönyörű szépen egybe vannak a megyszemek. Tészta előkészítve, a másik tésztát idehoztam a hűtőből, ugye ezt jelen esetben egy pár perc múlva ismételten elkezdem nyújtani, ennyi a technológia. Nagyon gyorsan hoztam egy villát,
ez is fontos része a receptnek, úgy az alsó, mint a főső részét is. Egyszerűen végig kell szurkálni, és tudjátok, koppig kell szurkálni. Ez azt jelenti, hogy a villa teljesen menjen át. Ennyi az egész. Jövünk egy nagyon pici darádióval, ugye ezt azért szólom rá ismételtem, és itt megint életbe lép az, akinek nincs, akkor zsemlemorzsa, vagy éppen egy nagyon pici háztartási kex, az is tökéletes a műveletre, nagyon-nagyon jó, és jöhet rá most a megy, és ez azért kellett, hogyha még egy kicsi nedvesség jön neki a megyből, hát az ott landoljon rajta, és nagyon kellemesen fölfogja, ne áztassa meg a tésztánkat. Szépen a bengyet megfogjuk, és ahogy illik, gyönyörű szépen el fogjuk rendezni a süteményen. Meg vagyunk a következő tésztával is, szépen megnyújtottuk, és ugyanabban a technológiával nagyon szépen alá fogok nyúlni, és azonnal ráemelem, nézzétek meg a megyeket, gyönyörűséges, már alig várjuk, hogy bele tudjunk majszolni. Jöhet rá a következő tészta, egy pici igazítás, nézzétek meg, csodálatos a záró, mosolyog a záró. Ilyenkor ismételten, ahogy szoktam volt mondani, szépen elrendezzük, és úgy szintén meg fogom hinteni egy nagyon pici dióval. Itt már rá lehet egy nagyon picit egyébként nyomkodni, akár úgy is, hogy a megyszemeket így lássátok a tésztán átütve. Nagyon-nagyon pipec. És nincs más hátra, annyi lesz itt a végén, hogy egyetlen egy felvert tojással szépen meg fogom kenni a tésztát. Utolsó lépésként, és mint látjátok, összeállt a művelet, fölvertünk egy tojást, egyszerűen meg fogom kenni a tetejét bőségesen, és mint említettem, még egy rakat dió is jön rá, ez persze nem fontos ennél a receptnél, mi nagyon szeretjük, amikor kicsit rásül a dió, fantasztikus ízek lesznek, tökéletes, ennyi az egész, nem is kell nagyon vele foglalkozni, és azonnal izzítom a sütőt. A sütés ideje egyébként ennél a formánál, ennél a variációnál, ennél a méretnél, tömegnél, kb. Egy olyan 175 fokon, kb. 40-45 perc lesz körülbelül, gyönyörű szépen át fogjuk sütni, meg fogjuk sütni, és mielőtt rátenném a diót, nyilván itt is a szokásos szurkapiszka, hagy szóljon, ugye nagyon fontos, hogy távozzanak a gőzök, tehát ezt azért is kell megtennünk. Nagyon pipec, azonnal jövök a dióval, már ki se kapcsoljuk a kamerát. Nagyon kellemes. És itt a kezembe megfogok körülbelül egy olyan, ez már nem sok, egy olyan 6-7 dekagram dió összesen, rá fogom tenni, nézzétek meg, pompás, és az ízére majd kíváncsi vagyok, visszajeleztek, hát mi így szoktuk elkészíteni, én szerintem egy csodálatos recept. Egyébként van ennek olyan formája is, hát és gondolom, hogy sokan most magukra ismernek, van a pudingos, lehet keményítővel, különböző pudingokkal elkészíteni, én megmondom őszintén, azt annyira nem szeretem, így frissen, üdén, ahogy van, és ahogy most látjátok, megy a sütőbe, természetesen mutatjuk a végeredményt. El is készültünk a meggyes pitével, ebbe a pillanatban emeltem ki a sütőből, 175 fokon alsó-felső módozatba, alsó-felső királyász, tudjátok, körülbelül egy a 45-46 percet töltött bent, nagyon kellemes illatok vannak a konyhába, és tudjátok, ilyenkor mi szokott jönni, hát nem lehet nekiesni, pontosabban, aki szeretne essen neki, de nyilván ennek a kis jóságnak most ki kell hűlnie, látjátok, gyönyörű szépen megsült rajta a dió, ez is egy akkora plusz ízt ad neki, na de majd kipróbáljátok ti is, körülbelül egy olyan jó 30-35-40 perc, fölvágjuk, jövünk vissza, és megmutatjuk nektek már a kitálalt végeredményt. Elkészültünk, és meg is mutatjuk nektek a végeredményt, ahogy szoktuk, volt szoki módra. Hát én azt mondom nektek,
csodálatos lett a meggyes pite, amit ugye kipróbálhattok akár cseresznyével, körtével, szilvával és sok-sok finom gyümölccsel. Ezt mindenképpen ajánlom nektek, ezt a dióval való megszórást a tetején. Nagyon finom, kellemes, roppanósra sült a dió rajta, tényleg csak plusz ízt ad hozzá. Kitálaltunk kettő kockát, hát erre a kettőre én nagyon gyorsan teszek egy nagyon pici porcukkerót. Mi így szeretjük, és nyilván aki nem szereti a porcukrot, az kihagyhatja, hiszen anélkül is maximálisan élvezhető a sütemény. Na de hát, ha édes, akkor adjunk neki még egy nagyon picit, a többit így hagyjuk, és mindig csak tálaláskor szoktam rátenni, tehát előre nem szoktam leporcukrozni. Pontosan ki lesz írva minden mennyiség, én azt mondom nektek, nagyon könnyű sütemény, itt van a gyümölcs szezon, és bármelyik gyümölcsből azt mondom, hogy tényleg egy nagyon finom kis pite lesz, és a maga a pite tészta is nagyon-nagyon egyszerű, nagyon gyorsan összeállítható, láttátok, be van gyújva, utána egy 20-25-30 perc, de hát inkább legyen egy kicsivel több. Hűtőművek, mondjuk ha le van állítva a hűtő, tehát azt mondom nektek, hogy gyorsan leveszitek egy 3-4 fokra, akár akkor elég a 30-40 perc, ha kicsivel melegebb a hűtőtök, akkor akár egy órára is be lehet dugni. Az a lényeg, hogy könnyen dolgozható tészta legyen, ez azt jelenti, hogy könnyen tudjátok nyújtani, de semmiféleképpen ne legyen az a kézmeleg, ugye amiről beszéltünk, mert akkor csak széttoljátok a tésztát. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, még jó pár recepttel jövünk innen, ebből a kis picul rögtönzött konyhánkból, de hát itt is én úgy gondolom, hogy mindent meg tudunk nektek mutatni, hogy el tudjátok ti is készíteni, bármelyik ételről is legyen szó. Szavasztok, jó egészséget kívánok!